Üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal dekoratív vastag fonatokat kötünk egy csüpetnyi azsúrral. Az ismétlődő mintaegység 15 szem, ehhez 3-at adunk a szimmetria miatt, illetve a szélszemeket. Magasságban 10 sort kötünk, sok ismétléssel. Ezen a darabon 2 mintaegységet kötöttem, 2x15 plusz 3 plusz 2, 35 szemen. Együtt 1 mintaegységet kötünk majd, 1x15 plusz 3 plusz 2, 20 szemmel indulva. 20 szem van a tűn, kötöttem egy nulladik fordított sort, ahogy a nagy mintánál is tettem. Indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor, szélszem, 3 fordított, 4 sima, 1 ráhajtás. A következő 2 szemet jobbra dőlve simán összekötjük. Ehhez első szálból simán összekötöm a 2 szemet. A következő 2 szemet balra dőlve kötjük össze simán. Ehhez az elsőbe úgy szúrok, mintha simán kötném, és átteszem a jobb tőre. A másodikat simán kötöm, majd az átemelt szemet erre ráhúzom. Ráhajtás. 4 sima. Ez egy 15 szemből álló mintaegység, ezt ismételjük, ahányszor a kötött darabunk megkívánja, utána a szimmetria szemei, 3 fordított. Szélszem. Második sorra visszaálljen, szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt 3 sima. Indulunk az ismétlődő mintaegységekkel, 12 fordított, 3 sima, szélszem. A továbbiakban az első, második sort ismételjük a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik sorban, tehát még 3-szor kötjük ugyanezt. Elkészült az első 8 sor, könnyen számolhatunk az azsúrlyukak segítségével, 1, 2, 3, 4 lyuk, 8 sort jelent. A 9. sorban a 12 szemből álló fonatot keresztezni fogjuk, mégpedig az első 6 szemet 2-4-es bontásban jobbra, a második 6 szemet 2-4-es bontásban balra. A 9. sor tehát, szélszem, 3 fordított, 6 szem keresztezése, ehhez 4 szemet segédtőre teszek, hátra, 2 sima szemet kötök, majd a segédtő 4 szemét is, simán. Ezzel tehát 2 szemet jobbra húztunk el a maradék 4 szem előtt. Következik a második 6 szem. 2 szemet segédtőre teszünk elől. Kötünk 4 sima szemet. Majd a segédtő szemeit is. Simán.
Ezzel balra húztunk el két szemet, a négy előtt. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria szemei három fordított. Szélszem. Tizedik sor a visszáján ugyanúgy kötjük, mint minden eddigi sort, az ismétlődő mintaegységek előtt három sima. Indulunk az ismétlődő mintaegységekkel, 12 fordított. Három sima. Szélszem. Ezzel a 8 sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!